The sun is shining. A szoknya szabása után lesz egy teljes háta része, ahol a szűkítőkkel kell majd dolgozni és összezárni őket, majd kettő darab eleje része, amik fedik egymást. Az eleje közepe részét kis becsípéssel jelöltem, hogy tudjam majd hol kell illeszteni a részeket. Első varrási fázisként, ahogy mondtam, a háta szűkítőket, illetve az oldalakat fogom összevarni. Francia varrással dolgozom, ami segít abban, hogy belülről is szép maradjon a szoknya. A francia varrás készítéséről külön videót találtok. A szoknya jobb oldalát teljesen ezzel a technikával varrom össze, a bal oldalt, ahova a rejtett cipzár kerül majd, pedig csak félig varrom össze a francia varrással, ahova a cipzár megy, ott interlokkal, vagy ha az nincs, akkor cikcak lehet eltisztázni a részt. A rejtett cipzár 25 cm hosszú, a helye viszont egy kicsivel hosszabb, kb. 26-27 cm, hogy a francia varrás vége és a cipzár találkozásánál majd nem nyomódjon ki a rész, és laposra lehessen majd vasalni. A varrás után látható, hogy belülről el vannak dolgozva az oldalak, és most jól látszik a cipzár alatti rész és a francia varrás találkozása. A cipzár vége alatt kb. 2 cm átmenet van, és csak ezután fordul be a varrásszéleség és folytatódik francia módra. A cipzár varrásánál figyeljetek, hogy ne húzzátok meg az oldalakat, nehogy hullámos legyen a szoknya oldala. A rejtett cipzár varrásáról szintén külön videót találtok, ahol részletesen megmutatom a varrás menetét. Az oldalak összeállítása után rátérhetünk a fodor kialakítására. Ennek is több módja létezik. Először is levágtam 3 darab 11 cm-es csíkot, amiben már 1 cm varrás szélesség benne van. A csíkok hossza az anyag teljes szélességét használják fel, tehát 150 cm-t. A csíkokat szintén francia varrással vartam össze, majd az alja részét az interloknak egy nagyon sűrű öltésével tisztáztam el. Ezek apró és nagyon szorosan egymás mellett lévő kicsi öltések, amik mint egy bordűr úgy fejezik be az alja részt. A másik mód pedig lehet, hogy kétszer hajtjátok vissza az oldalt vékonyan, majd egyenesen végigmentek rajta. Ezután ezt a nagyon hosszú csíkot be kell ráncolni, amit közvetlenül a háztartási varrógép segítségével is meg lehet csinálni. Ehhez az öltés hosszát a legnagyobbra kell állítani, a feszességet pedig a legfeszesebb fokozatra, így egyből ráncolni fog a gép. Léteznek ráncoló talpak is, viszont ha ezzel nem rendelkeztek, akkor kézzel kell ráncolni az összevart csíkot. A nehézség az ilyen hosszú darabok ráncolásánál, hogy az illesztéseknél nehezen lehet húzni a cérnát, és könnyen elszakadhat, ezért jobb, ha a három csíkot külön-külön ráncoljátok. Minden darabon vartam kettő darab egyenes varrást egymás alatt a legnagyobb öltéssel, amiknek az elejét elerősítettem oda-vissza a másik végét pedig hosszúra hagytam. A két felső szálat megfogva könnyen be lehet egyenletesen ráncolni a csíkot. A fodor nem teljesen fog felérni a szoknya eleje alsó oldalán, azért, hogy ne nyomja ki majd a fodor a szoknya eleje részét, mert az nem lenne szép. Ezért egy jó 20 cm-rel az eleje derékrész alatt kezdem majd a fodor applikálását. Ettől a kezdőponttól lemértem a szoknya alja bőségét, ami 190 cm az én szoknyám esetében. Hogy egyenletes legyen a ráncolás és mindenhova egyenlően jusson bőven ránc, a 190 cm-t elosztottam három felé, ami 63 cm lett, és erre a méretre ráncoltam be mind a három csíkrészt. A következő lépés, hogy ráaplikáltam a fotrot a teljes kerületre gombostűk segítségével. Amire figyelni kell a fodor felhelyezésénél, hogy az alsó részen, a fodor kezdő pontjánál fokozatosan kell majd kivinni a fodor teljes szélességét, ugyanis így sokkal szebb lezárást fog majd kapni. Ugyanezt a módszert alkalmaztam az eleje felső részen is, itt viszont kisebb az a rész, amit ívesíteni kell. A fodor végét a cipzárig vittem ki, mert szerettem volna, ha az oldaláig ér, így ehhez alakítottam a fodor szélességét és azt a részt, amit le kell majd vágnom töbletként. Ha a gombos tűzés megvan, akkor össze lehet varni véglegesen a részeket. Következő varrási fázis, hogy a varrás szélességet a fodor és a szoknya találkozásánál el kell tisztázni. Ezt meg lehet csinálni interlokkal vagy cikcaköltéssel is, viszont ha egy tisztább befejezést szeretnétek, akkor saját anyagából egy 4 cm-es csíkot le kell vágni, és mint egy ferdepánt esetében a varrás szélt be lehet vele vonni. A csík széleit 1 cm-esen bevasaltam, majd félbevasaltam a csíkot, úgy, hogy az alja oldala 1 mm-rel hosszabb legyen, hogy könnyebb legyen majd a felvarrás. Ezután a szoknya derekával lehet foglalkozni, ehhez egymásra illesztem az elejek közepe kis becsípéseit, és egy nagyobb öltéssel összefércelem az oldalakat, hogy ne mozogjanak. Öfpántként egy egyenes öfpántot készítek, amihez egy 8 vagy 10 cm-es csíkot vágjatok le, attól függően, hogy milyen széles öfpántot szeretnétek majd készíteni, majd vékony ragasztós vetekszel erősítsétek. A csíkon bevasaltam az 1-1 cm-es varrásszélességet, majd félbevasaltam az övet, így egy 3 vagy 4 cm magas övet fogtok kapni. Varrásnál itt is figyeltem, hogy az alja rész, ami majd a szoknya belsejében lesz, az 1 mm-rel túlérjen a külső oldalon, hogy biztosan be legyen majd fogva varráskor, és könnyebb legyen majd varni. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy az alsó rész varrás szélességét rá kell hajtani a felső oldalra, és ez az átfedés fogja adni azt az 1 mm-t, ami a varráshoz szükséges. Ahhoz, hogy egyenlő legyen majd a lelógó rész az övben, megkeresem a felező pontot, majd a derékkerület felét bejelölöm a felező jobbra és balra is. Ezek lesznek a kezdő és végpontjaim. Ami pedig túlér, az pedig a masni megkötésére lesz alkalmas. Illesztem az övpánt és a cipzár kezdőpontjait, majd a végpontokat is gombos tűzöm, a köztes részt pedig egyenletesen elosztom. Ha az első varrás megvan, akkor le lehet hajtani a még nyitott állapotban lévő belső oldalt, amit egy darab folyamatos varrással fogok majd összevarni. A lelógó részeken figyelek, hogy a bevasalt átfedés minél inkább egymás alatt legyenek, majd amikor elérek a cipzár pontjához, az ujjaimmal egy picit lentebb tolom a belső oldalt, hogy be legyen fogva, majd a szoknya színén az öfpánt alatt varrom le a részt. Ha ez is megvan, jöhet egy alapos vasalás, és a szoknyánk elkészült.